Mintegy 50-en meghaltak a hétvégi kormányellenes tüntetések során Etiópiában, derült ki hétfőn. Merera Gudina ellenzéki politikus szerint akkor haltak meg, amikor a déli Oromia térségben a tüntetők összecsaptak a rendfenntartó erőkkel. Az áldozatok száma még nőhet, mert sok a sebesült, többeket lőtt sebekkel kezelnek. Az északi Amhara térségben is voltak megmozdulások. A tüntetéseken sokan politikusokat bíráló, területi követeléseket megjelenítő plakátokat tartottak a kezükben. Az általában nyugodt fővárosban, Addis Abebában mintegy 1500 ember gyűlt össze a központi téren. Sokan karjukat a fejük fölött keresztezve, megbilincselt kezeket formálva tiltakoztak a kormány ellen.